Egy átlagos méretű lakás családi ház esetében minimum 450 ezer, de akár 1,9 millió forint is megspórolható, azután, hogy júliustól kevesebbet kell fizetni a közművek bekötéséért. A kis és közepes vállalkozások további 1 millió forintot megtakaríthatnak az ivóvíz és szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás elengedésének köszönhetően. Az ivóvíz és szennyvíz vonatkozásában a bekötés méretétől teszik függővé a díjmentességet. Szabó István, a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nyár elején beszélgettünk erről a témáról, és akkor egyébként a sajtóban nagyon sokan félre is értelmezték, hogy teljesen elengedik a ivóvíznek, illetve a szennyvízre való csatlakozásnak a díjait, de ez természetesen nem így van, hanem némi könnyebbséget kaphatnak a vállalkozók, illetve a magánszemélyek is. Bejáratodott az elmúlt két hónapban ez a rendszer, hiszen azért építkezés van bőven. Mondjuk úgy, hogy igen, nem volt túl bonyolult a helyzet, illetve ami gond volt, az nem a megrendelőket érintette, mert azért a költségviselésről nem volt a törvényben rendelkezés, és ezt kellett helyretteni, de ez a mi problémánk. Ugye a bevezetőben említett összeg az összes közműre vonatkozott, ezt tisztázzuk, hogy egy ivóvízbekötés, illetve szennyvízbekötés az szerencsére nem kerül ennyibe, de egy teljes közművesítés egy ingatlannak az biztosan. És nyilvánvalóan ez egy átlagolás, mert hogy ugye itt a méretektől függ minden, és ebben a villamos energia és pontosan minden benne volt, tehát a gázbekötések is. Ez a kalkuláció abból a szempontból volt érdekes, hogyha valaki akár egy magánszemély építkezésbe kezd, akkor tudja, hogy mennyit tud most ezzel a csökkentett költségekkel esetlegesen megtakarítani, de ez csak egy viszonyítás természetesen. Ha maradunk az ivóvízbekötésnél például, akkor mi minden költségből tevődik össze az ivóvízbekötése? Nem egyszerű dolog, hiszen meg kell terveztetni. Nyilván szakemberrel, bejegyzett tervezővel. Ezt nem is a mi cégünk végzi, mert nem vagyunk rá felkészülve, de van sok tervező, aki ilyennel foglalkozik. Aztán meg kell építeni a bekötővezetéket az utcai vezetéktől a ingatlanon majd elhelyezett vízmérőaknáig, ki kell építeni a vezetéket, vízmérőaknát kell vagy építeni, betonaknát vagy műanyagaknát elhelyezni, bele kell helyezni a vízmérőt, és utána már egyszerű a dolog, mert egy nyomáspróba után már be lehet fejezni a munkát, tehát ez már egy kézbekötés lesz, illetve geodéziai bemérést azt ki ne felejtsük, hiszen az is fontos. Tehát mindezek közül, ami alól mentesülnek az ügyfelek július 1-től, az magának a vízmérőnek a beszerzési értéke és a beszerelési díja, és a nyomáspróba. Ez az összköltségnek egy, nyilván akinek fizetni kell, annak jelentős, de egyébként nem túl jelentős része az ivóvízbekötés esetén. Ehhez jön még vállalkozások esetében valóban a közműfejlesztési hozzájárulás, de az a tapasztalatunk, hogy kisvállalkozások, akik ebbe a kategóriába tartoznak, nem igényelnek akkora vízmennyiséget, most itt gondolok egy olyan vállalkozásra, mint például egy fodrász, vagy az még vízigényes is, de vagy egy autószerelő, ők pár száz literre szoktak kvótát váltani, az azért nem olyan nagyságrendű összeg, de mindenképpen kedvezőbb, és a határidők is rövidültek, a elbírálás időigénye az csökkent, bár én úgy gondolom, hogy a mi átfutási időinkkel nem volt probléma, inkább más szolgáltatásoknál hallottunk panaszokat. Igen, de az a 15 nap is egyes esetekben 5 napra is rövidülhet. Most az 5 nap, és sok olyan díjat, amit ez a rendelet említ, hogy nem kell megfizetni, azt azért nem említem, mert eddig se kellett. Tehát mi például nem kértünk pénzt az adategyeztetésért és hasonlókért. Lehet, hogy más szolgáltatók igen, de mi ilyeneket nem számoltunk fel, úgyhogy így elengedni se fogjuk ezeket. Igazgatószony elmondta, hogy a munkálatok során mi mindent kell elvégezni. Mi az, amit ebből a nyírségvíz elvégezhet, vagy a nyírségvíz szakemberei, és mi az, amit a kivitelezőknek, vagy a megrendelőknek, akár saját maguknak kell elvégezni, hiszen itt is akkor a költségek megoszlanak. Na, ahogy vesszük, hiszen azt a megrendelő szempontjából mindenképpen ki kell fizetni, akár a szolgáltatónak fizeti, akár más vállalkozásnak. Mi, amit nem szoktunk elvállalni, az a
az a munkaárak kiásása, mert segédmunkásokat ilyen célra nem foglalkoztatunk, tehát azt kérjük általában, mi végezzük a bekötést, hogy azt a megrendelő vagy saját maga, vagy saját embereivel végeztesse el. Amit csak mi végezhetünk, az tulajdonképpen az összekötés, tehát az új bekötésnél a közcső meg a bekötővezeték összekötése, az csak a szolgáltató végezheti, a többi munkát végül is végezheti, más vállalkozás is, ha úgy dönt a megrendelő, de annak szigorú feltételei vannak. Emelkedett-e a bekötések száma? Már abból a tekintetből is érdekes ez a kérdés, hogy ugye azt mondtam, hogy megugrott az építkezések száma, ebből arányosan adódik az, hogy valamelyest igen. Hát itt a mi működési területünkön én megnéztem, tavaly 500 bekötés volt, most az 1-9 hónapban pedig 400 a 86 településen, ahol mi működünk, tehát ebből nem lehet olyan következtetést levonni, hogy lényegesen nőtt volna, persze ez még évvégéig változhat, de a bekötések szezonjának lassan vége, úgyhogy ez elég stabil, ez az évi 4-500 bekötés annak ellenére, hogy most valóban több az építkezés. De hát ezeket nem fejezték be még, ezeket az építkezéseket, van, azért ezt látjuk. De gondoljunk arra is, hogy attól függetlenül, hogy a közművesítés nagyon magas szintű, 95% fölött itt a mi területünkön is, nincsen mindenki bekötve a vízi közműrendszerbe, ahol elmegy a vezeték, tehát nem csak ott van új bekötés, ahol új ház épül, hanem meglévő ingatlanokat is kötnek be, akik eddig vagy a kinti kutról hozták a vizet, vagy saját kutból vették, és aztán egyszer csak eldöntik, eladnak egy régi ingatlant, és az új tulajdonos már bekötteti. Ma egyébként az a szabály, hogy ahol a közhálózat rendelkezésre áll, akár víz, akár szennyvíz, ott kötelező bekötni. Tehát rá kell csatlakozni. Így van, ha valaki életvitelszerűen lakik a ingatlanban, persze ez arra vonatkozik. Kell-e valamilyen újszerű, akár környezetvédelmi szabályoknak, kritériumoknak megfelelni most a közműbekötések kapcsán? Ezek már nem újak, nyilván, hogyha ha ivóvízbekötésről van szó, ott mindenképpen megvannak a követelmények, ezért is van az, hogy a közhálózatot, a bekötővezetéket csak a szolgáltató kötheti össze, mert mi felelünk azért, hogy nehogy valamilyen fertőzés következzen be. Ezek már eddig is így voltak, ezek a szabályok. A szennyvíznél is nagyon szigorú szabályok vannak a környezetvédelmi szempontból, ezért is kötelező a bekötés, hiszen a szennyvíznek az elszikasztása az károsítja a környezetet, ha elszivárog a talajba a szennyvíz. És még a szennyvízről egyébként nem beszéltünk, mert azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ott jóval egyszerűbb a helyzet. Legalábbis az utóbbi években kiépült szennyvízhálózatok már bekötőcsonkkal épültek ki, tehát a telken már ott van a vezeték vége, és azt csak össze kell kötni, illetve a belső vezetéket megépíteni, és ehhez eddig is, meg ezután is az kell, hogy a mi szakembereink egy szabályszerűségi ellenőrzést, egy szakfelügyeletet végeznek, és eddig sem volt több költség, meg ezután sincs. Természetesen, ha nincs bekötővezeték, akkor azt úgy, mint a víznél ki kell építeni. Szóba került nem csak a ivóvíz és szennyvíz bekötések kapcsán, hanem más közműbekötések kapcsán is a garancia vagy a közműbekötésekhez kötelező felelősségbiztosítás kérdése. Ez az ivóvíz és a szennyvíznél hozzá magával valamilyen a víziközmű szolgáltatónak természetesen van felelősségbiztosítása, tehát mi, ha kárt okozunk valakinek természetesen úgy, hogy a működési körünkbe és nem szándékosan, akkor nekünk van felelősségbiztosításunk, és ennek terhére rendezzük a károkat. Ez most azért került szóba, mert azok a nyilvántartásba bekérezkedő vállalkozások, a vízszerelők, nem nagyon van tolongás, úgy hallottam ezen a területen, nekik is kötelező felelősségbiztosítással rendelkezni, hiszen ha éppen teszem én azt, a gázcső keresztezi a vízvezetéket, akkor abból elég nagy baj van, hogyha ott valami sérülés bekövetkezik. Vezérigazgató asszony, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.